Kedves szülők, kedves kollégák, kedves gyerekek és minden kedves megjelent vendégünk. Sok szeretettel köszöntjük közönségünket az Andrássy Gála 95. éves születésnapi alkalmából megrendezett gálánkon. Nagyon örülünk, hogy 3 év kihagyás után immár 3. alkalommal ünnepelhetünk együtt ebben a formában. Megkérjük először is Veszprémi Klára igazgatónőt, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Üdvözlöm Önöket, szép napot kívánok valamennyiüknek. Nagyon örülök, hogy teltház van itt a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Tudom, hogy van, akinek egy picit kényelmetlen, hogyha a légcsőnyül. Talán most már hagyományosan mondhatjuk az Andrássy Gála megrendezését a Covid időszak alatt. Természetesen ez is szünetel. Ez a 3. Andrássy Gálánk, az első gálát a 90. születésnap alkalmával rendeztük. A második volt, amikor a Körtfáji Gernyeszegi erdélyi testvériskolai kapcsolatunk vendégeskedett itt, és ők is fölléptek, és lám, most a 95. születésnapot ünnepeljük. Szeretném mindenképpen a legelején elmondani, hogy ennek az ötletgazdája és kivitelezője 2 kolléganőm, akinek szeretném ezúton is mindannyiunk nevében a köszönetemet tolmácsolni, Dudás Laura tanítónő és Kisné Fehér Judit tanárnő. Kettőjükön kívül szeretnék még egy nevet megemlíteni, amikor jöttek befelé, illetve ha majd mennek kifelé távozáskor, akkor a paravánon egy nagyon szép, gusztusos kiállítást láthatnak. Ennek a fő szervezője és koordinátora pedig Kovácsné Gyetvai Györgyi tanítónő volt. Köszönjük szépen! El kell, hogy mondjam, hogy ünnepi beszédemhez felhasználtam többek között Gál István az Andrássy telep iskolájának története című könyvét. A már nyugalmazott tanár 32 éven át dolgozott iskolánkban, több évtizedig volt kollégám. A számos könyv írója, makettek készítője, Becsés kultúrájának előmozdítója nemrég vehette át a köztársasági elnöktől a Magyar Ezüst Érdemkereszt a jövő nemzedék számára a helyi történeti gyökereink megismerése terén iránymutató tevékenysége elismeréseként. Mindannyiunk nevében szívből gratulálok kitüntetéséhez és nyugdíjas éveihez, további jó egészséget kívánok! Kedves vendégeink, jelenlegi és volt munkatársaim, diákjaink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm rendezvényünkön megjelent vendégeinket. Külön köszöntöm Szlahó Csabát, Vecsisváros polgármesterét, akit majd a második fél időben fogunk tudni megtapsolni, akkor lesz közénk. Skribek Ágnes képviselőasszonyt, Kovács Márton képviselő urat, a volt iskola igazgatókat, akik megjelentek közöttünk, valamint nyugdíjas kollégáimat. Nagy úr tudott lenni anélkül, hogy gőgös legyen. Mindenkit megnyert, sőt megidézett anélkül, hogy leereszkedőnek látszanék. Írta Mikszáth Kálmán gróf Andrássy Gyuláról. Az Andrássy családból való magyar arisztokrata politikus, előbb a Magyar Királyság miniszterelnöke, majd az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere volt. Jelentős szereppel bírt az 1868-as horvát-magyar kiegyezés létrejöttében, a nemzetiségi törvény megalkotásában és az önálló Magyar Honvédség megalakításában. Emlékét számos köztéri szobor, emléktábla, intézmény, valamint a róla elnevezett Andrássy Gyula díj, a Budapesti Andrássy út,
2003 óta pedig iskolán nevies őrzi. Andrássy Gyulát kora egyik legszebb férfiának tartották. A párizsi hölgyek a szép akasztott néven emlegették. A szép akasztott férfi elnevezés onnan adódik, hogy a szabadságharc leverése után megtorlásként 1851-ben Hajnau jelképesen kötél általi halálra ítélte. Azért jelképesen, mert mindez a távol létében történt, amikor Andrássy Párizsban emigrációban élt. Szép akasztottként számtalan hódolója volt. A történészek szerint a szíve azonban Sissiért dobogott. Leveleiben ki is fejezte bosszankodását, hogy a fiatal királyné miért kacérkodik más férfiakkal olyan bálokon, ahol ő is jelen van. Plátói szerelem volt ez. Egyetlen alkalommal fordult csak elő, hogy egy hirtelen zápor miatt Erzsébet a gróf bérkocsijában utazzon. Minden esetre a mai napig is gyakran láthatjuk szerelmi vívódását a Romy Schneider féle filmtrilógiában. Mikor 1992-ben Vecsésre költöztem, az intézmény neve Martinovics Ignác általános iskola volt. Pár év múlva a diákok Martinkának nevezték el. Vecsésen mindenki csak így hívta az iskolát, sőt a közelünkben lévő kóp is a Martinka nevet vette fel. Sajnálom, hogy ez a becenév már kikopott a köztudatból. Martinovics bári elleme nem volt fedhetetlen, Mártír sorsa ellenére sem példaként maradt meg az emlékezetekben. Így nem meglepő, hogy a 2002-ben kiírt közvéleménykutatás alapján a vecsési lakosság több mint 80%-a arra szavazott, hogy Sissi után a teret Erzsébetre, az iskolát Andrássyra kereszteljék át. Egy pár gondolat erejéig felidézem az iskola múltját. A helyi egyháztanás javaslatára 1927. május 15-én tették le az iskola alapkövét, és 1928. február 1-től számítjuk az oktatás hivatalos beindítását az Andrássy telepen. Az isteni megváltó leányai szerzetesen nővérei tanítottak. A tanítás alsó tagozaton 4 tanítóval indult. A tanuló létszám folyamatosan emelkedett. 1933-ban 256 tanuló számára volt férőhely az iskolában. 1960-ban pedig már 23 tanulócsoportban közel 800 diák tanult. A zsúfoltság egyre elviselhetetlenebb lett, melyen enyhített, hogy a Halmi telepen 1967-ben új iskola épült. Hogy az elmúlt 95 évben hány gyerek járt iskolánkba, azt a naplók és az emlékek őrzik. Jelenleg 481 diákja van intézményünknek. Nagyon örülünk, hogy az elmúlt években egyre többen választanak minket. Az új épületrész átadására 1988-ban került sor. Szerencsére a régi épületrész megtartotta eredeti formáját, műemlék jellegű épületet láthatnak a körforgalomból az erre járók. Azóta még számos átalakítás történt. A legszembetűnőbb változás talán az épület 2017-es energetikai és külső homlokzati felújítása volt, melyel iskolánk az Erzsébet tér színfoltjává vált. Névadónkat Andrássy kortársa, Szél Kálmán miniszterelnök így méltatta. A kiváló férfiú, aki úgy Magyarország politika életének, mint a monarchia külügyi politikájának ma fennálló új alapját megteremtette, a jövendő nemzedékek és eszményképükké fogják tekinteni. És valóban eszménykép, hiszen itt Vecsésen 2022-ben a 95. születésnapját ünnepeljük egy iskolának, mely Andrássy Gyula nevét őrzi. Ez a mi iskolánk. És ebben, ha van elég szív, az sokat segít. Köszönöm, hogy meghallgattak. Rögtön szép történelem órába kapcsolódhatunk be, ahol Gábor bácsi éppen a vecsési iskolákról tart bemutatót. Csendben megjegyezném, hogy óriási szerencsénk van Gábor bácsival, hiszen rengeteget tanulhatnak tőle a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Honi ismereti percek a 95 éves
iskola első évei következnek. Sziasztok, gyerekek! Mindenki itt van? Igen, jól van. Hogyha a technika ördöge is velünk lesz, akkor ma, a mai órán vetítek nektek egy-két diát az iskola történetéről. Ez itt egyelőre a Jegesmedve hóviharban. És ugye, hogy fejlődik a technika, erről is lehetne mesélni, de itt előbb-utóbb meg kell majd jelenni egy képnek. Addig, amíg a kép nem jelenik meg, addig melyikőtök szeretne felelni? Igen, túl nagy tolakodás nincsen. Itt az volt a terv, hogy vetítek ki nektek egy-két diát, és arról fogok mesélni, de hát akkor diák nélkül is elmondom, amit szerettem volna. Tulajdonképpen az iskolánk a volt Halompuszta területén épült fel, ott már megjelent a sarokban valami, és hát ez a Halompuszta nagyon sokáig puszta volt. Ezen a pusztán az 1870-es években egy kastély emelkedett, az úgynevezett Andrássy kastély. Ez az Andrássy kastély egy majorságnak volt a központja, egy majorságnak volt a szíve, és amikor 1909-ben az utolsó Andrássy eladta ezt a kastélyt egy banknak, és most kezdődik az igazi óra. Köszönöm a türelmet, gyerekek! Ezt a rajzot még a kislányom rajzolta a harmadik osztályos korában, az elemi népiskola feliratot mutatja, a mindegyik ötök által ismert régi bejáratot. Hoppá! Erről beszéltem az előbb, Halompuszta, ahol az iskolánk majd 1927-ben felépül. Nem jó a távirányító? Jó. Ez pedig az Andrássy kastély, az 1870-es években épül, vagy lehet, hogy még annál is régebben, Andrássy Aladár, a tulajdonosa, Gyulának az öccse. 1910-ben kialakul az Andrássy telep itt a Halompusztán. Tervezője a jobb felső sarokban Pálóczi Antal. Jellegzetessége, hogy van középen egy tér, az Erzsébet tér, és ebből sugárszerűen futnak ki az utcák. Nem véletlen, ez a bácsi ott fönt a jobb felső sarokban tervezte a budapesti szabadságteret, ami szintén ezen az alapon épült fel. 17 éve éltek az emberek az Andrássy telepen iskola nélkül, amikor 1927-ben Hörher Elemér és társa Nedics Hubert felépítették az iskolát. Az iskola építésében óriási szerep jutott Fehér Jánosnak, ott jobbra fönt, ő egy plébános volt, az iskola egyházi iskolaként kezdte, és az első 20 évben egyházi iskola volt. Felhívnám a figyelmet ott a bal oldalon a harangra, az ott nagyon jó. Ahogy elhangzott Klári néni bevezetőjében, az isteni megváltó leányai Apáca rend érkezik Vecsésre, ők fogják tanítani a gyerekeket az első 20 évben. Szerte szét mindenfelé a világon megtalálhatóak ők, fő feladatuk a betegápolás és az oktatás. 2022-ben a leghíresebb iskolájuk Magyarországon a Budai Szent Margit Gimnázium. Ha a pályáról sétáltok a Kisudvar felé, 80 évvel ezelőtt, akkor hasonló látvány fogadhatott titeket. Ez ma már egy tűzfal, de régen ez volt az Apáca zárda, ahol az apácák laktak. Idén a második B-nek a terme, Cunfanikó néni termének a végéből, ahol most a vizes blokk van, nyílt a kápolna, a telepen még nem volt templom, két terem összenyitásával tartották a miséket, de történtek itt a visszaemlékezések szerint esküvők, bérmálások, első áldozások, gyóntatások is. Korabeli képeslap, az egyik bal felső sarokban a tér felől látjuk az iskolát, jobb felső sarokban az udvar felől, ott állnak a gyerekek a falnál, alul pedig a Deák Ferenc utca felől. Nem csak az Andrássy telep diákjai jártak ide, ide jártak a Halmi telep, az Anna telep, a Máder telep diákjai, de jártak ide Gyárról és Pusztalőbről is. Egy régi-régi osztály, egy régi-régi tanítónénivel,
és befejezésképp szeretnék bemutatni 11 olyan embert, aki az iskolánk tanulója volt, és hírnevet szerzett az iskolának, úgy, ahogy majd egyszer ti is hírnevet fogtok neki szerezni. G. Ferenci Hanna, becsési költőnő, országos hírű. Bányász Béla festő, akinek a kiállítása nemrég még délelőtt is látható volt az előtérben. Varga Klára, embermentő, aki megkapta a világ népeinek igaza címet. Sajnos így nézett ki a II. Világháború végén az Andrássy kastély. Mihály Berger Pál, akadémikus, aki a világhírű Ikarusz buszokat tervezte. Doncsec József, 15-szörös magyar bajnok birkózó, aki olimpián is részt vett, illetve világbajnoki harmadik helyet ért el. Iskolánk tanulója volt Simon Otto, színész, aki a Debreceni Színházban együtt játszott Latinovicssal, Hofival, Haumann Péterrel vagy Márkus Lászlóval is. Iskolánk tanulója és tanára volt Gál István, akinek köszönhető, hogy az iskola visszakapta az Andrássy nevet, aki könyvet írt az iskoláról, makettet készített az iskoláról, a tablókat összerendezte. Németh Ágnes is iskolánk tanulója volt, Bálint Ágnes lánya, ő a ma is működő Bálint Ágnes Emlékház esze, szíve és lelke. És akkor bemutatnék olyan tanulókat, akik nemrég hagyták itt az iskolát. Kis Nikolett, válogatott kézilabdázó, Pol Zoltán a Fradi vízipólósa, aki Európa-bajnok vízilabdázó, és Lőrinci György, országos hírű úszóedző, aki olimpikonokat nevel. Búcsúzó, megmutatnám nektek a suli előtti nyárfákat, így néztek ki a 30-as években, aztán elkezdtek nőni, aztán nagyon megnőttek, és az utolsó képpel csak dobót idézném az egri csillagokból, hogy egy iskola ereje az nem a falakban van, hanem a gyerekek adják ezt az erőt, és köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt a történelemórát, és én most elmentem, nektek pedig jó szórakozást. Sziasztok! Poharakkal zenélnek nekünk a 6. A osztály tanulói. A gyerekek nagyon ügyesen megtanulták ezt a koreográfiát, amire én bizonyosan nem lettem volna képes. Felkészítette őket Kisné Fehér Judit. Nagyon valószínűsítem, hogy hétfőn az ebédhelyen ezzel fognak játszani a gyerekek. Thank you.
Köszönjük szépen a hatodik ásoknak ezt a fantasztikus kepszongot. Rémhány órom hányi foci meccs című versét fogja elszavalni nekünk Rónai Nemes László, harmadik B-osztályos tanuló. Lackó az iskolai szavaló versenyen második helyezést ért el, és Benkes Andrea készítette fel. Romhányi József, foci meccs. 22 esztelen, filmesztelen egyén, egymás hátán hegyén nyüzsög lenne a pályán. Mások mája táján taposna, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert a szegény fejet 11-es kirót, a fele közönség átkozza a bírót, de senki sem csendes a nagy ember tömböl, mert a másik fele harsány éjjel bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, szerte szét vérfrecsen, fel sem veszi egy sem a feltrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik az össze, hogy csak meg se nyekken. Azután a landát megcélozza jól, gól! Egy alacsony néző ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt! S feje felé bökött. Erre az? Ó, te gaz! Engem sértegetni mersz-e? Persze! Mind a ketten szólnak egy-két havernek, gyertek fiúk segíteni havernek, jöttek is mind verekedni, úgy is kezdtek berekedni, buzgón verekedtek, bizt nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyűjt testek estek. De a két okozót rejti már a bozót, s merre egy rés leltek, gyorsan elszereltek. A többit azután, alig egy-két nappal, a derék rendőrség verte szét kardlappal, le a kalappal. Bálint Ágnes Szeleburdi család című regényéből láthatunk egy jelenetet, egy kis meglepetéssel fűszerezve. A darabot Dudás Laura rendezte, és a 4. B-osztály tanulói adják elő. Vigyázzunk, a palacsinta mindenkit elcsábít. Mit gondolsz? Előre ne kezdett?
Marta, kiszellőztettük. A hölgyük ugyanis utálják a zsírszagot. Palacsintát ide! Huszti! Husztika, gyertek elő! Bébé!
megtéltetek. Gazd János! De aztán ne ne tűnj újra nekem! Bye.
fantasztikus produkciót láthattunk, most pedig következzen iskolánk prózamondó versenyének győztese, Bárány Réka Judit, felkészítő tanára pedig Malinkó Judit. Edmond Rostem, Cyrano de Bergerac, Orbanolók. Na ne! Lássa, ez szimplán hangzik, így nincsen hatása. Mondhatta volna szebben, kis lovag. Más-más hangnemből, így néz, hallja csak, kihívón. Én nem járnék ám vele, sebész hivatnék, hogy metélje le. Barátilag, hisz fincsájába ér. Igyé! Vederből, abba belefér. Leírón, csúcs, mely veri az eget, hegyfok, mit hegyfok, roppant félsziget. Kíváncsian, mit rejte hosszútok? Tolszár van benne, vagy gyaníthatok papírvágókést, ollót is talán, kecs teljesen. Ön nagy barátja lám a madaraknak. Póznát tart nekik, ha magukat jól kipihenhetik. Kötődve, kérem, ha pipázik ön safüst orránál komolyabb vajon kiményzett szomszédje nem jelez. Intő, vigyázzon túlsúlyára, ez lehúzza önt, s fejjel bukik előre. Gyöngéden, lássa, megfakul a bőre, színét a napfény durván szívja ki, egy kis napernyőt venne tán neki, pedánsul. Hallottad Arisztofán ezt nagy állatjáróglanságot? Tán ez. A hippokamp elefantok amelosz hordott ilyen húsdísz elől. E rossz hangzású lényem volt, így hosszú csont. Gavallér módon, ó, Ammanóba, ez a fogas jött most divatba? Ej, kalap számára pompás kicsi hely, föllengzően, hatalmas, büszke orr! Egy teljes náthát csak bősz, komor mistrálót kapsz. Más célot meg sem érzik. Tragikusan, vörös tenger, ha vérzik, bámulva. Ó, eszembe jut, ha nézlek, micsoda cégér egy illatszerésznek. Lírailag, kagylóes, öntriton? Naívul, mondja, mert én nem tudom, mikor nézik ezt a műemléket. Mély tisztelettel gratulálunk néked, tornyos házadhoz, nagyságos barátom. Parasztosan, ékás a számadtátom, orra az fenétor. Ördög adta dolga, kis dinnyei az, vagy óriási borka. Hadászilag, szurony szegezve áll, lovasról miért készen talál, üzletszerűn. Tán nutrit rendez? Én sejtem, hogy ez lesz a fűnyeremény. Végül torzítva piramus kriáját, ez dúlt a szét az arc harmóniáját! Ez szörnyetek! Pirulat áruló! Így ömlött volna szájából a szó, ha volna ember szellem is tudás. De szellemet boldogtalan tudása ritkán látott, s tán azt tudja csak, hogy hülye fráter is lehet lovag. De hogyha önben annyi lemény lett volna mégis, hogy kivágja szépen mindazt, amit összeholtam én a díszes brihallgató körében, a kezdő mondat első negyedét éles kardommal vágtam volna szét. Mert magamat kigúnyolom, ha kell. De hogy más mondja, azt nem tűröm el. Kedves nézőink, most kaptuk az információt, hogy a harmadik A és a harmadik B osztályos lányok hajótörést szenvedtek. Hűha! Kapcsoljuk azonnal a helyszínt, ahol úgy tudjuk, hogy Kürti Orsolya fogja segíteni a gyerekeket ebben a rendkívül veszélyes szituációban. Nézzük! Yeah!
Hát egy ilyen vidám hajótörést én is elszenvednék így évvégét. Következő produkcióm egy jó barát, két jó barát. Simon Anna és Tóth Ivett 5. B-osztályos tanuló négy kezüket használva zongoráznak nekünk. Hallgassák figyelemmel! Iskolai szavalóversenyünk győztese, Várszegi Viola 8. A-osztályos tanuló. Arra hívja fel versében a figyelmünket, hogy mennyire fontos, hogy a belső hangunkra is néha odafigyeljünk. A verset édesanyja találta neki, Várszegi Krisztina, felkészítette Kis Gábor. Rabzsak, ha így szólnak a fiatal kedves kalauzhoz, kalauz úr, hogyha ma este hazamegy, öleljen meg a feleségét. Dicsérje meg, ami épp rajta van, akár az olcsó pongyoláját. Ha így szólnék, ugye bolondnak tartanának. Ha így szólnék, a botta kopogó nyugdíjas bácshoz a boltban, mikor épp forintja egy guberája, végül levágott tízeket a kicsit hosszabb lekinélből. Bácsi, itt van 500 forint. Tegy el, kérem, épp ma kaptam, nem számítottam rá, fölösleges. Ugye bolondnak tartanának. Ha így szólnék az útkövezőkhöz, útkövezők, én ezt a kis kavicsot elviszem, mert az eredetében lehordott kis szúsfejet látok. Engedjék meg, hogy elvigyem. Ugye bolondnak tartanának. Ha így szólnék a torzongorsz kamaszhoz, gyere fiam, üljünk le valahova, s te elmeséled, mitől nőtt válik a hajad, milyenre mered ez a tüske teljes arcod körül, s mitől vagy te ilyen kielelhetetlen? Ugye bolondnak tartanának. Ha így szólnék a padon sütkérező, újságpapírból edegélő nénikéhez, néni, jöjjön velem, amit szeret, azt főzök vacsorára. Ha áldott vetek, előtte pedig mindent elbeszélhet. A mennyasszony korát, azt a születést, a császármetszést is, és szegény jugra szívszélhűtését is, és hogy mivel ő tette belségját. Azt is, milyen a szomszédasszony, meg a fia hogyan el Kanadában, és hogy mit írt föl, és mire az orvos. Mindent apróra elbeszélhet, sóhajtozhat, és imádkozhat az ágyban. De éjjel egyszer, maga úgy is sokszor felébred. Keljen fel, takarjon be engem, mert éjjel mindig lerúgom a takaromat. Ha így szólnék, ugye bolondnak tartanának. Konvenciók, bevett szokások hideg vaspántjai szorítják, lüktető eleven húsig lenúzott szívünket. Elsős kis gumimacik pattannak a színpadra, és Rokit fognak táncolni nekünk. A táncot betanította Brezonszky Mihály, Misi bácsi.
bizony látható, milyen végtelen energiával rendelkeznek ezek a gyerekek. Azonban biztos mindenki hallott már olyat, hogy egy iskolai napon egy gyereknek fáj a feje, a hasa, de aztán mekkora megkönnyebbülés, hogyha kiderül, hogy szombat van. Erről fog szólni a következő vers, amit Csipos Anna 5. P-osztályos tanuló ad elő, és aki ezzel megnyerte az angol nyelvi szavaló versenyt iskolánkban, felkészítette Kazár Tímea tanárnő. Sir Silverstein, see, I cannot go to school today, said little Peggy and McKay. I have a measles and a mumps, a gash, a rash and purple bumps. My mouth is wet, my throat is dry, I'm going blind in my right eye. My tonsils are big as rocks, I've counted 16 chicken pox. And there's one more at 17, and don't you think my face looks green? My leg is cut, my eyes are blue, it might be in somatic flu. I cough and sneeze and gasp and choke, that I'm sure my left leg is broke. My hip hurts when I move my chin, my belly button's caving in. My back is wrenched, my ankle sprained, my pendy face is slimy changed. My nose is cold, my toes are numb, I have a sliver in my tongue. My neck is stiff, my spine is weak, I hardly whisper when I speak. My tongue is filling off my mouth, I think my hair is falling out. My elbow bent, my spine instead, my temperature is 108. My brain is hot, I cannot hear, there's a hole inside my ear. I have a hangel and my head is what? What's that? What's that you say? You say today is Saturday. Haha, goodbye, I'm going out to play. Makula János 8. osztályos tanuló következik, aki megnyerte az első helyezettet az iskolai ének versenyen, és Karamell szállott a dallal című számát adja elő. Soha nem adom fel, ne is kérdezz, nem közel.
Valóban csodálatosan énekelt ez a fiú. Most a legkisebbjeink következnek, kérjük köszöntsék az elsőseinket. Egy csodás dalat fognak előadni, amit Fabianné Balajti Anikó, Kisné Szabó Katalin és Orci Tóth Enikő segített, megtanított nekik. Illetve tanított meg nekik.
szépen, köszönjük! A második felvonást egy igazán pörgős tánccal fogjuk kezdeni, melyet Horvátné Gyurcsán Erika tanított be az 5. A és az 5. B osztályos lányoknak. Következzék a Dua Lipa. Második B osztályos tanuló, az iskolai szavaló verseny győztese következik, felkészítette Fejérné Gátina. Börcsök Mária az állatiskola előtt, míg figyelnek mind a hányan, bent az állatiskolába, de odakint már bokron, ágon, földön, vizen. Szalmaszálon a szülők már gyülekeznek, toporognak, beszélgetnek. Az én fiam színatos lett, büszkélkedik a vörös vegy. Jó magának, sír a majom, nekem bezzeg sok a bajom, mert a fiam mindent másról, szomszédjáról, a szamáról. Ha a bagoly mellett ülne, dolgozata sikerülne. Az ön fiának ki a párja? Azt hiszem a kánya lánya. A kányának nincsen lánya, csak egy fia van, Habakuk, de arról is kiderült, hogy kakuk. Mondják, kérdi közbelúgva egy mogorva púka-púka, miért dicsérik folyton pontyot? Miért kap minden nap jó pontot? A pont csendes, nincs vele baj, hírlik, nem sok vizet zavar. Hát a hörcsök, az is csendes, 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 csak nem rendes. Elhagyja, súg az örgébics, még a pofazacskóját is. A maga lánya milyen hiúz? Jó kislány, csak sokat fiúz. Enye, enye, én nem hagynám, hogy fiúval járjon hangyán. Mikor a tücsökkel láttam, rögtön jól potrohon vágtam. Helytelen, fedi a mókus, aki ismert pszichológus. Ön is járkált épp eleget, míg megismerte a legyet. Ó,
A légtől rég elváltam, folyton bent ült a lekvárban. Mókus úr, az én gyerekem, egyetlen kis egerem, úgy szorong az iskolába, ha a tanító nénit látja. Nem tudja, miért haragszik rá, de úgy érzi, majd bekapja. Az érzetnek nincs alapja, de hisz a tanító néni macska. Hát ezek a szülők. Meg. Csodaszép dallal készült a gálára Kontár Eszter második A-osztályos tanuló, aki ezzel a produkciójával megnyerte az iskolai énekversenyt. A Láttál már valamit című népdal következik, felköszöntő tanár Tárcsik Luca. Láttál-e már valaha csipkebokor rózsát, csipkebokor rózsa köz két szám a Jorannát. Egyik szám a Joranna virága zsiránna, másik szám a Joranna Máci Gábor lenne. Virág esi az ágyát, magasra verette, Máci Gábor kalapját rajta felejtette. Hozd ki esi kalapom, hadd tegyem fejembe, hogy ne nézzem minden lát, ragyogó szemembe. Ki is hozta kalapját, fejébe is tette, nem is nézett minden lány ragyogó szemébe. Táncoló szellő, suhanó felhő, a negyedik ások a tavaszt köszöntik vidám, bolondos táncukkal. Demek Katalin készítette fel őket. Táncola, táncola réten a szellő, suhanva száll az égen a felhő. Tengés hajlik, rügyet fakaszt az ág, lábúj hegyre áll a póvirág. Táncola, táncola réten a szellő, suhanva száll az égen a felhő. És hajlik, rügyet fakaszt az ág, távoly hegyre áll a hóvirág. Miféle tánc ez? Tavaszi tánc, tavaszi tánc, tavaszi tánc. Vidám, bolondos, szeres vitánc, szeres vitánc, szeres vitánc. Járja az ég és járja a föld, járja a föld, járja a föld. Az inge kék és szoknyája zöld. Miféle tánc ez? Pihánc, szeles pihánc, szeles pihánc. Járja az ég is, járja a fő. Járja a fő, járja a fő. Az inge kék és szoknyája zöld. Utcán a papíros körbe szalad, jókedvűen ritkant a patak. Tempósan lejt egy tavalyi levél, terém sereg ugrád, zsibi tél. Korog a hab a folyó tetejét, mocsolja a napsugár, kamasz gyerek mosolya. Táncola, táncola réten a szellő, suhanva száll az égen a felhő. Menj és hajlik, rügyet fakaszt az ág, lábúj hegyre áll a hóvirág. Pihánc, szeles pihánc, szeles pihánc. Járja az ég is, járja.
kis szoknyája zöld, az inge kék és szoknyája zöld, az inge kék és szoknyája következő produkció címe Pletykás asszonyok. A címe persze abszolút nem fedi a valóságot, mert az asszonyok nem pletykásak, csak szeretnének információhoz jutni. Igen. Előadja Mezei Regina, második B-osztályos tanuló, felkészítő tanára pedig Cumf Anikó. A pletykás asszonyok. Élt az egyik faluban egy favágó, az erdőre járt fát vágni. Egyszer hazafelébe ment a kocsmába. Azt mondják ott neki az emberek. A koma, a sógor, a szomszéd. Te, Jankó, tudod-e, hogy a te feleséged egy olyan pletykás asszony, hogy még a környéken sincs olyan? Azt mondja erre Jankó. Hát ide figyeljetek, emberek! Csak az én feleségem egyedül pletykás, tiétek nem? Azt mondják erre az emberek, nem bizony. Úgy megpártoltam minden ember a feleségét, mint annak rendje. No, azt mondja erre Jankó, hát ide figyeljetek emberek. Én egy nap alatt bebizonyítom, hogy az egész való asszonya ugyanolyan pletykás. Azt mondják erre az emberek, szeretnénk mi azt látni? Na, fogadjunk egy liter borba? Hát, úgy is lett. Fogadtak egy liter borba, holnap estére Jankó bebizonyítja, hogy az egész falu asszonya ugyanolyan pletykás. Hazamegy Jankó, egy szót se szólt a feleségének, szép csendesen lefeküdtek aludni. Reggel kelt az asszony, kiment az állatokat etetni. Addig Jankó bevitt a dunnal át tojást. Jön be az asszony, Jankó az ágyba. Hely, Jankó, veszedte, rendette a fartádak te! Hát még most is abba az ágyba fekszel? Hát már a pajtársaid már rég elmentek az erdőre, már nem éred őket utol. Ej, asszony, olyan nagy dolog történt velem az éjszaka, hogy én ma nem mehetek az erdőre. Micsoda, te a boszorkák nyomtak meg? Jaj, te még attól is rosszabb. Hát nyugd már ki, mi a fene bajod van az ágyba. S Jankó kihúzza a dunnal a tojást. Nézd csak, ezt tojtam az éjszaka. Hű, hallod, ember! De el ne pletykál senkinek! Dehogy mondom, dehogy mondom, hát mióta a feleséged vagyok, soha nem pletykáztam, a világért sem mondanám meg senkinek. Bemegy az asszony a konyhába, de kifelé már azon jár az esze, hát ha semmit nem is, de ezt már mégse lehet ezt így eltűrni. Karrier vette a vizet, kiment, körbenézett, egyik szomszédba, a másikba is, éppen az egyik szomszédból jön ki az asszony. Te, Mari, te, gyere csak ide, mondok neked valamit. Mit te? Jaj, mi történt nálunk az éjszaka? Micsoda? Jankó, tojt. Tojt. Hát az mit? Tojást, tyúk tojást. Hát azt mennyit? Egyet? Nem elég az? Jaj, komám, szomszédasszony, de el nem mondja senkinek. Tudja, milyen jó szomszédasszonyok voltunk mi. Soha nem pletykáztuk, ugye? Hát nem bizony. Aztán az is gondol egyet, hát ezt már mégiscsak valakinek el kellene mondani. Bement a házba, gyorsan felöltözködött, fejre vette a kendőt, el a koma asszonyához, jó messzire a másik sorra. Koma asszony, tudja, hogy mi újság van? Micsoda? Jankó, tojt. Tojt,
és azt beszélik, hogy hármat. Hát az mit? Tojást? Jaj, komámasszony, de el ne mondja senkinek. Tudja, milyen jó komasszonyok voltunk mi. Soha nem pletykáztunk, ugye? Hát nem bizony. No, akkor ez meg elment a nászasszonyához. Az is felvette a prostikját. El a másik sorra jó messzire. Nászasszony, tudja, hogy mi újság van a faluban? Micsoda? Ma még nem voltam sehol. Semmiért nem tudok. Jaj, Jankó, tojást tojt. Tojást. És az beszélik, hogy hatot. Hát ez így ment egész nap. Jankó meg csak az ágyba feküdt. Nem tudta, hogy hogy halad a pletyka. Alig várta, hogy este legyen. Este aztán fölvette a nadrágot, kabátot, el a kocsmába. Bemegy. Minden ember rábámul. Hát miért bámultak így rám emberek? Hát miért néztek így rám? Jankó, hát te itt vagy? Hát itt, miért? Hol kellene lennem? Jaj, az beszélik a faluban, hogy te százat toltál. Hogy ki is költetted a csirkéket, hogy 45 érce, 45 kakas lett, 10 meg, hogy bezápult. Ezt beszélik? Csak ugye? Hát ezt. Hát ide figyeljetek, emberek. Én egyet toltam huncutságból, de 99-et a ti asszonyaitok tettek hozzá. Látjátok, egy nap alatt bebizonyítottam, hogy az egész falu asszonya ugyanolyan pletykás. Na, ide az a liter borral. Ettek, ittak, jól mulattak, tám még ma is élnek, ha meg nem haltak. Zsilingelő hangján formácsol nekünk két gyönyörű népdalt, Sebőkbán Emma, 4. B-osztályos tanuló, aki az idei énekverseny győztese, tanítója Laura néni. A dalok címe Csillagoknak teremtője, feljött már az esti csillag. Fogadjátok szeretettel! Feljött már az
azért mondtam, mert nagyon nagy csendre kell intenem mindenkit, ugyanis, hogy halljuk a dzsungel hangjait, nagyon-nagyon nagy csendre lesz szükségünk. Ezeket a hangokat a harmadik C-osztály fogja elénk varázsolni Ruth Ági néni segítségével.
Sebőkbán Flóra 6. B-osztályos tanuló következik, aki produkciójával testvéréhez hasonlóan megnyerte az énekversenyt. Flóra a lelkemre kötötte, hogy mondja már, olaszul fog énekelni, ezért nem fogják érteni. És azért egy családban ennyi kincs, azért ez tiszteletre méltó. Jöjjön a másik aranytorkú nagylány. A mögöttük várakozó másodikosok még jobban várják. Hát akkor következzenek ők. Cumf Anikó néni és a mellettem álló kolléganő koreográfiáját láthatják. Ír a májnak jó a világ,
inkább a szilva vágó, yeah. Oh yeah. Pipacs piroslik, minnye gurul. Húz a mezőben, kalász sárgul. Minden érik a szép járna, halott tüze, jó meleg. Nagy tehetséggel. Rahovicki Dóra, 4. osztályos tanuló következik, aki szintén az idei szavaló verseny győztese. Felkészítette Dudás Laura tanítónéni. Vesztergom Andrea, csak azért is kis legény. 10 évesen azt gondolom, nem vagyok már kis boba. Szíve szerint mégis tudom, ölben ringatna anya. Iskolába magam megyek, harcot vívtam én ezért. Nem vagyok már ovis gyerek, kit az úton átkísért. Mondtalan belreg éltem családtagjaink között. Még nem, Miska most a télen a szomszédba költözött. Csúfolódott szemtelenül, ablakomon kobogott. Mérges lettem, végtelenül pedig türelmes vagyok. Itt ért véget lelki békém, kína a múltak perceim. Kútba estek mind a végén, visszavágó terveim. Elfutottam nagyékhoz, tőlük kértem tanácsot. Segítsenek, mit tegyek, hogy megtréfáljam a srácot. Gyerek zsúr lesz most vasárnap, mindenképpen elmegyek. Felveszem az új ruhámat, s a legszebb lány én leszek. Kigondoltam, hogy a Miskát meglepen, de kutyául. Azt szeretném, hogyha meglát, azon nyomban elájul. Nagyi szerint ez a módi, fodros szoknya lakcipő. Vasalt gallért begombolni, ettől leszek úri nő. Másként tetszik nagypapának, bőrszoknya és hosszú haj. Kopott csizma, táncos lábak. Így menő egy mai csaj. A legjobbnak én azt látom, a két tanácsot ötvözöm. Szekrényemből kihalászom, bőrszoknyám s a lakcipőm. Tükör előtt forgolódtam, korán reggel vasárnap. Eltökéltem, fogadkoztam, megmutatom Miskának. Beléptem a nagy szobába, nem is ment ez olyan könnyen. Miska szeme szája tátva, szabad lesz egy táncra, hölgyem? Nem is csúfol ő azóta, spókokkal sem dobál mára. De meghívott vasárnapra, fagyizni a cukrászdába. Lassan érkezik műsorunk végéhez. A fináléval fogunk zárni, de előtte még szeretnénk szólni néhány szót. Elsőt szeretném, hogyha az Andrássy Telep Gyerekekért Alapítvány javára, amiben amennyire van módjuk, kérjük szépen adakozzanak a kiáratnál. Minden adományt nagyon-nagyon szépen köszönünk. A mai gála megvalósulásában rengeteg munkája van kollégánknak, gyerekeknek egyaránt. Szeretnénk megköszönni Nagy Rihárd és Varga Mihály hang- és fénytechnikáját, illetve külön még megköszönni zenei hanganyagok, effektek vágását Varga Mihálynak. Külön köszönet főszervezőinknek, akit szeretném, hogyha a színpadra jönnének, Dudás Laura és Fejérné. Azért vagyok.
valaki. Kisné Fehér Judit. És Kovácsné Gyetvai Györgyi. Nélkülük nem lett volna gála. Vastag! Köszönjük szépen a sok-sok munkát a dekorációval. Zárásként iskolánk tanulói és pedagógusai közösen éneklik a Valahol Európában című musical betétdalát, mely sokuknak valószínűleg ismerősen fog csengeni. A dalt kísérik a Becsési Zeneiskola tanárai és Dobol iskolánk volt diákja, Kis Konrád. Mert a zene, az kell. Az éneket a 7. A osztályosok jeleléssel kísérik Csorba Lászlóné, Erika néni segítségével. A dal végén tűzijátékkal és tortával ünnepeljük iskolán 95. születésnapját. Ebből kifele menet szabadon fogyaszthat bárki. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, reméljük, hogy műsorunk elnyerte tetszésüket. Boldog születésnapot, Andrássy! Szép hétvégét kívánunk! A viszontlátásra!
Köszönöm.